1969-ben egy nagy szilveszteri mulatsággal nyitották meg. Ez a Dunaparti, a Pesti Korzó első szállodája, ami ma 51 éves, ez volt a Duna Intercontinental, ami ma a Marriott. Hogyha valaki Budáról átnéz, akkor még mindig lát benne valami merészséget, valami léptékugrást, valami illeszkedési zavart, pedig Finta József, aki ennek az épületnek a tervezője, az nagyjából ugyanazt csinálta, mint 100 évvel korábban a mellette, mögötte álló Vigadó, hogy fölé épült az akkori klasszicist egyemeletes régi pesti házaknak, tehát nem vette különösebben figyelembe az aktuális jelent. A második világháború az itt húzódó régi dunai szállodasort, Carlton, Ritz, Duna, ezeket tönkretette, tulajdonképpen egyetlen szálloda maradt meg viszonylag épségben. A 60-as évek első felében, amikor még nem épült fel az Erzsébet híd, folyamatos vita volt arról, hogy hogy újítsák föl ezt a korzót, mik legyenek itt, mik ne legyenek itt. Az Erzsébet híd felépült, és 1966-ban kapta meg az akkor még a 30-as évei elején járó fiatal Finta József, egyébként Kovácsi László társtervezővel a megrendelést arra, hogy itt egy nagy szálloda épüljön. A későbbi visszaemlékezései szerint ez volt az első nagy szakmai sikere, ami viszont az első nagy szakmai csalódása is volt, ugyanis az eredeti terveit, ami ívesen alkalmazkodott volna a Dunához és a helyhez, a külföldi befektető és a beruházó megfúrták. Ma már persze senkit nem érdekel, hogy mi lett volna, ha az van, ami van, és úgy van, ahogy akkor lett. Egyébként az sem valósult meg, amit Finta az első tervével megpróbált, hogy itt egy hullámvonalú szálloda sor legyen, és ő a Dunapartot is sokkal közvetlenebben összekötötte volna, lefedte volna egyébként, tehát alagútba került volna a kettes villamos, a sétáló rész, és sokkal közelebb lettek volna a vendéglátó teraszok, egységek a Dunához. Végül a hullámvonalú épület helyett lett ez, egyébként osztrák bankkölcsönből épült, egy lényegében aszimmetrikus T-alakú épület, ami egyrészt a nagy szárnyával, párhuzamos a Dunával és a mögötte levő utcával, de van egy erre merőleges, a Duna felé kicsit lépcsőző épületszárnya. Az anyaga monolit beton, és ez a mögöttem is látható fehér mészkőborítás, ez azóta is jellegzetessége. Az amerikai megrendelő egyébként külön ragaszkodott hozzá, hogy az összesen 364 szoba az dunai panorámás legyen, és ennek meg is van a következménye, az, hogy ezzel szemben az épület hátuljára nem nagyon jutott ablak, tehát ez tulajdonképpen így lefalazza az Apáczai Csere János utcát, tehát ami mögötte van, ott egyébként csak a gazdasági részek és a gazdasági bejárat található. A szálloda híres vendégeinek a sorát Elizabeth Taylor és Richard Burton nyitotta meg 1972-ben, akik az akkori elnöki lakosztályban szálltak meg. Aztán lakott itt Woody Allen, amikor Budapesten forgatott, és Steven Spielberg 2005-ben a München című filmjének az egyik helyszíneként a szálloda lobbyját használta. És persze legtöbben arra emlékeznek, amikor 1986-ban a Queen Budapesten koncertezett, és Freddie Mercury itt ezen a teraszon próbálgatta a tavaszi szél vizetáraszt szövegét. Aztán a város 1969 után is tovább épült, és ezt újabb szállodák követték itt a Pesti Dunaparton, rögtön a Lánchíd hídfőjénél, kettő is a 80-as évek elején, az Alavári Lajos által tervezett átrium helyett, ami ma a Sofitel, és egy másik Finta tervezés, az akkori Fórum, ami aztán később az Intercontinental lett.
Ezt a szállodát azóta többször is felújították, és 1993-ban került a Marriott lánchoz. Később az egész épület felújításának nekiálltak, étteremtől a tetőig, és akkor a szobák is megváltoztak, méghozzá az erkélyek rovására, mert a szobákat egy méterre kijebb tolták. És hogyha újra a bentről kimegyünk, akkor még mindig nagyon sokan vannak, akik változatlanul nem tudják eldönteni, hogy ez még mindig kiordít a budapesti városképből, vagy pedig már rég benőtte és magához szelídítette a pesti panoráma.